Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Farkas Aténa vagyok. Július 12-e Isabella és Dalma névnapja van. 167 éve ezen a napon született George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlag emberek számára. 67 éve Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Recordszal, és abba hagyta a teherautósofőrséget. 531 éve pedig királlyá koronázták II. Ulászlót Székesfehérvárott. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. A migráns helyzetről, Hazaracsi puszta templomról és a Szeged-Szabadka vasútról tárgyalt Belgrádban Anna Brnabić és Pásztor István. Holnap ülésezik a szerbiai köztársasági válságstáb. A szakemberek a jelenlegi járványügyi helyzetet vitatják meg. Befejeződött az idei exit, minden este 40-50 ezer ember vett részt a fesztiválon. Olaszország nyerte a labdarúgó Európa-bajnokságot, az itáliaiak a házigazda angolokat verték büntetőkkel. Anna Brnabić szerb kormányfővel tárgyalt Belgrádban Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnökének Facebook bejegyzése szerint tájékoztatta a miniszterelnököt a török-kanizsai községben uralkodó tarthatatlan megdöbbenést és végső elkeseredést okkal kiváltó migráns helyzetről. Pásztor István tartós és megnyugtató, elfogadható megoldást kért a miniszterelnöktől, olyat, mint Síden. A felek beszéltek az Aracsi puszta templom felújításáról és szerb állami pénzeléséről, valamint a Szabadka-Szeged vasútvonal felújításáról. Utóbbi esetében Pásztor fontosnak tartja az útlevél és vámellenőrzés gördülékenységének biztosítását, hogy a menetidő ne hosszabbodjon. Már javában zajlanak a Szabadkai és Szeged közötti vasútvonal építésének előkészületei. Királyhalmon például már a szükséges zúzott kő egy része dombokban áll. A szerb-magyar határt átlépő vasúti szakasz a tervek szerint jövő őszre készül el. A projekt részeként több állomás is megújul. Már kialakítottak egy lerakatot Királyhalmon, ahova a Szabadka-Szeged vasútvonal építéséhez szükséges nyersanyagokat szállítják. Egymás után érkeznek a megrakott kamionok. Nagy mennyiségű zúzott követ már ugye leszállítottak, ugye sinek is néha-néha látunk sinekkel megrakott teherszállítmányokat, ugye, amik a vasútvonalon haladnak Horgos irányában, tehát egyértelmű, hogy történik valami. Megértük ezt az időt is, hogy már látjuk szépen lassan az eredményét ennek, hiszen Királyhalom részére nagyon fontos, hogy ez a vasútvonal újra működjön. A királyhalmiak már most izgatottan várják, hogy gyorsan és zökkenőmentesen jussanak el Szegedre. Vannak, akik még gyermekkorukból emlékeznek az itt áthaladó mozdonyokra. Nagyon-nagyon kellene ez, nem csak a királyhalmiaknak, hanem az egész körzetnek. Nagyon szép volna. Igen, csak elhanyagolt állapotban van a királyhalmi vasútállomás, amelyet 7 éve zártak be. Amikor elkészül a Szabadka-Szeged vasútvonal, akkor ezt is felújítják, és újra régi pompájában vehetik birtokba majd az utasok. A Szabadka-Szeged vasútvonal projektjén 25 éve dolgozik a Vajdasági Magyar Szövetség. Ez elsősorban azért fontos, mert a mobilitás segíti a határ mentén. A jelenlegi állapotokkal ellentétben, amikor órákat kell várakozni a közúti határátkelőkön, teljesen életszerűvé válik az, hogy az ember az ország határ egyik oldalán él, a másikon dolgozik vagy tanul, és ezt az utat kényelmesen, egyszerűen, gyorsan, akár napi szinten meg lehet tenni. A szerb-magyar határon átívelő Szabadka-Szeged vasútvonaltól azt várják, hogy a gazdasági életet is felpesdíti Királyhalmon, hajdújáráson, Palicson és Horgoson. Szabadka pedig 100 év után újra a régió egyik központjává válhat. A szerbiai munkálatokat jövő szeptemberben szeretnék befejezni. A Szeged-Szabadka vasúttal bővebben is foglalkozunk a Híradó Pluszban. Belgrádban mutatta be a Prosperitáti Alapítvány által működtetett gazdasági és térségfejlesztési programot Juhász Bálint. Az alapítvány ügyvezetője a régió szerbajkú fiataljait és egyetemistáit összegyűjtő rendezvényen beszélt. Az eseményen Anna Brnabić kormányfővel és Márko Csadezsel, a szerbiai gazdasági kamara elnökével a képzés, oktatás és a vállalkozás fejlesztés gazdasági hatásait járták körbe. A mi programunk is egy jó bizonyíték arra, hogy amennyiben van erős helyi közösség,
magyar közösség az esetünkben van egy támogató anyország és egy befogadó szomszédos ország, akkor a nemzetpolitikában lehet sikereket elérni. És azt gondoljuk, hogy az egy országnak jó a lehetősége, hogy együttműködjön szomszédos országokban és a diaszporában élő állampolgáraival támogassa őket. Mi ezt pontosan tudjuk, jó elősági magyarok ebben évtizedek óta érdekeltek, mondjuk részesei vagyunk, és pontosan érezzük, hogy milyen fontos az, és ezt 2010 óta érezzük, hogy az anyország, ha segíti a törekvéseket, akkor az milyen perspektívákat nyit meg a szülőföldön maradásban. És hát természetesen minden nemzet törekvéseit a hasonló nemzetpolitikai együttműködésen is támogatjuk. Az Aracsi Puszta temploma állag megőrzésével kapcsolatban tartott terepszemlét a Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége. Hajnal Jenő elnök, Lolit Emil hivatalvezető és Szávai Attila pénzügyi referens a köztársasági, a tartományi és a nagybecskereki műemlékvédelmi intézetek szakembereivel és Rafai Andrével, a Pécsi Tudományegyetem professzorával együtt járt a helyszínen. A terepszemle után szakmai megbeszélést folytattak törökbecsekösség képviselőivel is a tereprendezésről, amely törökbecse területrendezési tervével összhangban valósul majd meg. Egyetértési megállapodást írtak alá a Sinopharm oltóanyaggyár belgrádi megépítéséről. A szerződést Anna Brnabić szerb miniszterelnök, valamint Kína és az Egyesült Arab Emirátusok képviselője látta el kézjegyével. A kormányfő szerint ez egy fontos nap nem csak Szerbiának, hanem az egész régiónak. Azzal, hogy nálunk gyártják a vakcinát, az hozzáférhetőbb lesz a szomszédaink számára is. A koronavírus elleni küzdelem folytatódik Szerbiában, Európában és az egész világon, tette hozzá Brnabić. A cél, hogy az év végéig felépüljön a gyár, és már idén 10 millió kínai oltás készüljön el nálunk, mondta a miniszterelnök. Holnap ülésezik a szerbiai köztársasági válságstáb. A szakemberek a jelenlegi járványügyi helyzetet vitatják meg. Anna Brnabić szerint az orvosok aggódnak a mostani állapotok, a következő járványhullám és a gyengén haladó oltási kampány miatt. A miniszterelnök aláhúzta, 2 óránként ellenőrzik a betegek számát, városokra bontva. Mint fogalmazott, ott a legbiztonságosabb a helyzet, ahol nagyobb arányú az immunizáció. A harmadik dózisnál nagyobb prioritást jelent a fiatalok oltása, hangsúlyozta dr. Mirszát Gyerlek. Az Egészségügyi Minisztérium államtitkára elmondta, hogy a harmadik dózisnál jelenleg nagyobb prioritást élvez, hogy új modelleket találjanak a fiatalok oltakozásának ösztönzésére. Kiemelte, a 18 és 30 év közöttiek csupán 17,3%-a kapott oltást, és a fiatalok ilyen alacsony immunizálásával, akik a vírus legnagyobb hordozói, nem várhatjuk nyugodtan az őszt. Gyerlek hozzátette, minden nap beszélnek a harmadik adagról, és figyelemmel kísérik a globális fejleményeket, de a WHO és az EMA azt javasolta, hogy a nagyobb tanulmányok befejezéséig nem kell sietni a harmadik adaggal. Da je trećeg će već nacionalno telo za imunizaciju dati svoju preporuku, a prvo kao gusta krizni štab. Tako da u ovom trenutku, kažem, moramo iznaći neke nove modele motivacije da povećamo procenat imunizacije, a do 1. augusta će javnost dobiti informaciju šta raditi sa trećom dozom. Szerbiában az elmúlt 24 órában 8405 koronavírus tesztet végeztek el, amelyből 118 lett pozitív. A betegség okozta szövődményekben egy személy hunyt el, így a halálos áldozatok száma összesen 7073-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 281 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen. Meghalt 3 beteg és újabb 102 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Eddig több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük mintegy 5 millió 200 ezeren már a második adag vakcinát is megkapták. Kórházban 73 koronavírusos beteget ápolnak, 12-en vannak lélegeztetőgépen. Palatinus István atya ezentúl a Magyar Kanizsai Szentőr Angyalok Római Katolikus Templom új plébánosa, aki vasárnap mutatkozott be a hívő közösség előtt. Palatinus atya több mint egy évtizeden át volt a szabadkai Szent György templomban.
Színültig megtelt a magyar kanizsai Szent Őrangyalok római katolikus temploma vasárnap délutáni szentmisén, ahol Palatinus István atya mutatkozott be. Az atya eddig Szabadkán teljesített szolgálatot, ahonnan néhány hívő a vasárnapi beiktatásra is elkísérte. Gyönyörű ember valójában, úgymond most a kanizsának van nagy szerencséje, nekünk is nagy szerencsék volt, hogy olyan nagy szívű ember, aki belátott a problémába, tudta megérteni, segíteni embereknek, egyszerűen támogatást nyújtani, és nagyon-nagyon széles látköre volt neki. A helyi hívek is nagy szeretettel fogadták az új plébánost, már az első szentmise után megkedvelték. Nagyon örültünk, hogy ilyen szép számban megjelentek, nem is gondoltam, hogy ilyen sokan eljönnek erre a misére, és nagyon tetszett ez a mise, főleg a plébánosnak ez a jó hangja, a szép beszéde, nagyon tetszett. Palatinus István atya Zapletán Géza helyét vette át, aki közel 4 évtizedig szolgált magyar kanizsán. A szentmisén Palatinus István elmondta, hogy munkálkodni érkezett a helyi közösséghez, a hívekhez, és több terve is van. Próbáltam egész életemben az minden állomás helyemen koncentrálni. Most ez ma egy indulás volt. Igazán most fog kezdődni minden. Ez olyan, mint a házasság kötésnél, ugye megvan a szép nagy szertartás, megvan az ünnep, de amikor levetjük az ünneplő ruhát, akkor kezdődik igazán mindennapi élet. Hát itt is ugyanígy. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy nagyon sok barát, nagyon-nagyon sok működési helyemről voltak itt emberek. A beiktató szentmisén tiszteletét tette mások mellett Pásztor István, a VMS elnöke, és Hajnal Jenő, az MNT elnöke is. Befejeződött az idei Exit Fesztivál. A jubiláris 20. alkalomra minden este 40 és 50 ezer közötti látogató érkezett és szórakozott 4 napon keresztül Újvidéken a Pétervárady várban. A fesztivál záróestjén a külföldi nevek mellett számos, komoly múlttal rendelkező előadó is fellépett a régióból, mint például Darko Rundek, Laibach, Massimo Savic, Ida Prester és a Lolo Brigida. Érkeztek fesztiválozók a szomszédból és a világ másik feléről, különböző elvárásokkal, de egy céllal, a koronavírus járvány utáni bezárás végeztével, a szórakozás vágyával. Hát egyébként nagyon szeretek táncolni, szóval azt mindenképp meglátogatom majd, meg szeretek mindig felfedezni, szóval annyira sok előadó van, hogy mindig szeretek csak össze-vissza járkálni, belehallgatni kicsi kisebb előadókba, akik nagyon szeretek támogatni, szóval mindenfélét kipróbálni. The scene here is just wonderful. I love how everybody knows each other, supports each other, hugs each other. Old friendships are always renewed. It's a wonderful community. It's a wonderful brotherhood. It's great. I love it. I feel very comfortable here. A többnapos, egész estés bulizás némi kockázattal is járhat. A biztonságiak mellett a látogatók testépségére rendőrök, tűzoltók és egészségügyi dolgozók is vigyáztak. Idén kevesebb beavatkozásra volt szükség, mint előző években. Naponta átlagosan 60 egészségügyi vizsgálatot végeztek. Uglavnom su to tegobe u vidu glavobolje, bolova u stomaku, iscrpljenosti, premorenosti, izmorenosti i neke sitne povrede u smislu uganuće skočnog zgloba ili tako, znači posetioci Exit festivala uglavnom dolaze u neadekvatnoj obući, nepripremljeni, pa se dešavaju tako neke povrede sitne. A fesztiválozók mentális egészségére is jelnek civil szervezetek, melyek évek óta nyújtanak lelki támaszt. Neverovatno zvuči, ali sve više ima potrebe za ovakvim razgovorima. Često dođu mladi na Exit koji su prošle godine bili sa nekim koga više nema, pa se onda prisjećaju. Pa zaista na razne situacije nailazimo ovde i zaista im je potrebna podrška, pogotovo čini mi se ove godine posle korone i posle svega ovoga što nas je zadesilo, gde niko nije znao kako da se nosi sa time. A koncertek mellett sokan követték végig a foci EB döntőjét is. Az est valószínűleg legnagyobb neve David Guetta volt, aki hajnal 4-ig táncoltatta a tömeget, a kitartóbbak pedig reggelig bulisztak tovább, immár 20-szor a Pétervárady várban. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. A VM4K táborában a gyerekek megismerkedhetnek a csillagoség rejtelmeivel és a világegyetem titkaival.
adai sportvezetőket tüntetett ki a Magyar Kézilabda Szövetség. Elkezdődött az Apáczai Nyári Akadémia második hete Újvidéken, 70 pedagógus vesz részt a képzésen. Az előadók Vajdaságból, Erdélyből és Magyarországról érkeztek. Az előadások az oktatással kapcsolatos, szerteágazó témákat ölelték fel. A továbbképzésen szerzett ismereteket a gyakorlati munkába is beépíthetik a pedagógusok. Kommunikációról szeretnék beszélni, a beszédfejlődésről, ennek a normál menetéről, illetve hát azokról a mérföldköveiről, amelyekben azért elsiklódhatnak ezek a dolgok, és hát azt szeretném bemutatni, hogy ilyenkor mit tudunk csinálni, hogyan tudunk közösen együttműködni abban, hogy mindenki eljusson arra a szintre, hogy jól tudjon kommunikálni, beszélni tisztán. Ez is a címe, hogy szót értünk, illetve szóbeszéd. Ezen a héten osztályfőnöki képzést tartanak, valamint a tapasztalt, hogy továbbadhassd, környezetvédelmi előadás sorozatot hallgathatják meg a pedagógusok. 70 pedagógus most bejelentkezett erre a hétre. Hát itt én hiszem, hogy lesz egy nagyon jó munka, jó kedv, tapasztalatcsere, és ami ugye a leglényegesebb ennek az egész a Apáczai Nyári Akadémiánknak. A magyar kormány kiemelten támogatja a határon túli anyanyelvi oktatást, a magyar fiatalokkal kapcsolatos programokat. Mindezzel biztosítani igyekeznek a feltételeket a fiatalok szülőföldön maradásához. Erről beszélt a megnyitón Szili Katalin, magyar miniszterelnöki megbízott. Én annak kifejezetten örülök, hogy van egy olyan nyári akadémia, ami visszatérően nyaranként részben az eszmecserét segíti a pedagógusoknak, részben olyan napi tudást ad át számukra, ami az ő felkészültségüket is frissíti, viszont egy jó lehetőség arra is, hogy a Kárpát-medencei magyar nyelven oktató pedagógusok találkozzanak. Szili Katalin kiemelte az elmúlt években megvalósuló, Vajdaságba irányuló támogatásokat, az óvodák, iskolák építését, kollégiumok létrehozását, javítását. Hozzátette, függetlenül attól, hogy valaki a tömbben vagy a szórványban él, biztosítani kell neki, hogy az anyanyelvén jusson hozzá az információkhoz, kultúrához. 25 vajdasági önkormányzat pályázott sikeresen az Energiaügyi Minisztériumnál, Temerin egyike ezeknek. Az épületek szigetelésére és fűtésrendszerek felújítására is lehetett támogatást igényelni, de Temerin csak a nyílászárók cseréjére nyújtott be pályázatot. A feltétel az volt, hogy az adott önkormányzat rendelkezzen energiatakarékosság fejlesztésére vonatkozó stratégiai tervekkel. Temerin általános fejlesztési tervének egy tétele pedig pont kitér erre. Körülbelül 40-50 temerini kap majd támogatást. Másfél millió dinárt nyertünk a minisztérium pályázatán, azzal, hogy az önkormányzat még 2,5 millió dinárt ért hozzá, úgyhogy 4 millió dináros keretösszegről van szó, ugye, mert hozzászámoljuk a lakosságnak a 4 millióját. Űrkaland elnevezéssel csillagászati gyermektábort tartanak a héten a Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központban. A jelentkezők 6 napon keresztül játszva nyerhetnek betekintést a csillagok, valamint az univerzum rejtelmeibe. Gyermekhangtól volt hangos a szabadkai VM4K épülete, ugyanis elkezdődött az űrkaland. A gyerekek a hét folyamán naprendszer, csillaghullást, nap- és holdfogyatkozást, marskutatást, valamint meteorit bemutatót is megcsodálhatnak. A barátnőmtől láttam, hogy a Chloe-tól, hogy nagyon szeret ide járni, és én is akartam. Mi mindent hallottatok, mit csináltok most? Ragasztunk, távcsövet. Szoktam ide járni minden nyáron, és szeretem. Mi érdekel legjobban az űrben? Mi az, ami tetszik? A bolygók. A táborozók számára a szervezők mobil planetáriummal is kedveskedtek, ahol a gyerekek kedvükre csodálhatták a csillagokat, valamint betekintést nyerhettek az asztronauták életébe is. A gyerkőcöknek szoktunk bemutatni csillagászattal kapcsolatos ismeretterjesztő filmeket, amiben szerintem a többek között egyik szenzáció, hogy a planetárium jellegzetessége, hogy tényleg körbe van vetítve, míg ugye a moziba csak magunk előtt látunk képet. Naponta 100 gyermek ismerkedhet kézműves foglalkozások mellett jár.
játszva a csillagászat varázslatos világával. A hátam mögött most éppen távcsöveket készítenek újrahasznosított anyagokból, illetve a mai napon egy nagyon különleges programon is részt vettek. Egy magyarországi utazóplanetárium érkezett hozzánk, a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron felállítottunk egy planetáriumot, és ott hallgattak nagyon érdekes előadást a gyerekek. A 6-tól 10 éves korosztály szombatig kalandozhat az űrben, a program zárásaként pedig egy űrmóka keretében közös jelmezes záróbulival búcsúznak majd a gyerekek. Kánikula lesz a hét első napjaiban is. Kedden és szerdán egyes helyeken akár a 39 fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet. A napos kedd után szerdától már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a hőmérséklet azonban csak pénteken csökken számottevő mértékben. Akkor 30 fok alatti értékeket mérhetünk majd a tartomány területén. Olaszország nyerte a labdarúgó Európa-bajnokságot, a döntőben büntetőkkel győzött Anglia válogatottja ellen. A Wembley stadionban mindössze 1 perc 57 másodperc kellett ahhoz, hogy az angolok megszerezzék a vezetést Luke Shaw találatával. Ez volt a leggyorsabb döntős gól a kontinens torták történetében. A gólon kívül az első félidő meglehetősen eseménytelenül komolyabb helyzetek nélkül telt el, és a csapatok 1-0-ás eredménnyel távoztak a szünetre. A második félidő elején erősödött az olasz nyomás, ami a 67. percben eredményt hozott, Leonardo Bonucci egyenlített ki. A 34 éves olasz játékos az EB-k történetének legidősebb döntős gólszerzője lett. A rendes játékidőben nem született több találat, így hosszabbítás következett, de ott sem sikerült felülkerekednie egyik csapatnak sem. Végül 11-esekkel Olaszország megszerezte az Európa-bajnoki címet. A Magyar Kézilabda Szövetség általi elismerésben részesültek az adai kézilabda klubok vezetői. Az okleveleket Siófokon a magyar-brazil olimpiai selejtező mérkőzésen vették át a hétvégén. Több évtizedes eredményes utánpótlás nevelés jellemzi a vajdaság szerte kézilabda nagyhatalomként emlegetett adai klubokat. Ennek bizonyítékául elismerésben részesült a hétvégén két helyi sportvezető. Tóbiás József közel 20 éve vezeti a Potisje Pletex férfi kézilabda klubot a településen. Ez az elismerés tovább serkent, tovább ösztönöz, tovább motivál arra, hogy a jövőben a munkámat legalább ennyire, ekkora odafigyeléssel, ilyen odaadással tudjam végezni, mint az elmúlt periódusban, és tényleg nagyon nagy köszönet és hála a Magyar Kézilabda Szövetségnek. A Magyar Kézilabda Szövetség több éve támogatásával háttérországot biztosít a határon túli sportolók fejlesztésében, ezzel is megakadályozva a tehetségek elkallódását. Az adai Halász József női kézilabdaklub elnöke, Urbán Mónika, Kirchner Erika olimpikon kézilabdázótól vehette át a rangos elismerést. Amikor megkaptam az összes telefonhívást, Juhász István felhívott a Mérkőzés Szövetségből, és említette, hogy milyen díjban részesültem. Hát először szólni nem tudtam, utána könyvbe lábadt a szemem, hogy anyaországban gondolnak ránk, és tudják értékelni a munkánkat, és miután, tehát még most is elérzékenyülök, tehát tényleg megrendítő, megható volt, és nagyon megtisztelő. A nyári szünetről visszatérve a tervek szerint már augusztusban megkezdődik mindkét klub házatáján a felkészülés, valamint a női U12-es korosztály számára már augusztus hónap utolsó hétvégéjén kézilabda torna megrendezésére is sor kerül. Gyermek Zsivaj tölti be a Topolyai Futballklub focipályáit az elkövetkező 5 napban, ugyanis a héten szervezi meg a TFC második alkalommal nyári focitáborát. A gyerekeket péntekig napi 2 intenzív edzés várja sok játékkal. A megnyitó ünnepségen a résztvevők edzőikkel együtt sorakoztak fel a TSC labdarúgó akadémiáján, ezután pedig már el is kezdődött a tábor első edzése. A környező városokból, településekből érkeztek Topolyára focizni vágyó gyerekek. Én igazából nem járok edzésekre, de nagyon sokat szoktam focizni falun is, vidéken is, mindenhol. És hát azért jöttem ebbe a táborba, mert szeretek is focizni, meg hogy többet megtanuljak.
4 éve focizom, azért jöttem ebbe a táborba, hogy legyek még jobb és gyakoroljak többet. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója elmondta, céljuk bemutatni a gyerekek számára a labdarúgás játékos formáját, illetve teret adni új barátságok kialakulására. A táborba idén 160 gyerek jelentkezett. Tömegesítéssel tudunk elérni olyan dolgokat, hogy később a minőség is kijöjjön, és minden klub, minden helység életében fontos szerepet tölt be egy labdarúgó klub, mert és annak a tagjai, mert ő rajtuk keresztül tudunk egészséges embereket nyerni, és a közösséget erősíteni. Az edzések hétfőtől péntekig reggel 9 és délután 3 óra között zajlanak. A gyerekek különböző játékos feladatokat kapnak, illetve változatos technikai, taktikai és ügyességi gyakorlaton vehetnek részt. A tábor pénteken délután egy záró rendezvénnyel ér véget. Jövő őszre készül el a Szabadka és Szeged közötti szerb-magyar határon átívelő vasútvonal. A projekten belül nem csak a régi síneket cserélik le újakra, hanem a vasúti infrastruktúrát is fejlesztik, sőt a horgosi, a királyhalmi és a palicsi állomásokat is felújítják. A beruházás szerbiai szakaszáról a szabadkai önkormányzat illetékesen mondja el a részleteket. Itt vagyunk a Szabadkai Városházán, és a Szabadka-Szeged vasútvonalról szeretném kérdezni Kern Imrét, a Szabadka város alpolgármesterét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mint ahogy ismeretes mindannyiunk számára, ez az egyik legfontosabb infrastruktúrális projektum, ami jelen pillanatban fut itt Szabadkán, illetve akár Vajdaságba, vagy szélesebb Pátriánkba. Nagyon fontos, hogy a múlt heti Vucic Orbán Viktor találkozón is kiemelt helyen szerepelt ez a vasútvonal, és említésre került, hogy az idén nagyon gyorsan a napokon belül elkezdődnek a munkálatok, és jövő szeptemberre a Szabadka-Horgos országhatár szakasz be is lesz fejezve. Azon a sajtótájékoztató elnök úr, Vucic elnök úr elmondta azt is, hogy természetesen ez a vasúti projektum folytatódik Baja irányában is. Én azt hiszem, hogy ez a régi, nagyon régi vasútvonal újraélesztése számunkra egy rendkívül fontos projektum, nem csak az utasok számára, hiszen tudjuk azt, hogy milyen nehéz átjutni a határon, ha meg lenne most ez a vasútvonal, pillanatok alatt át lehetne érni Szegedre, onnan pedig vasúton tovább lehetne folytatni az utat. Mert látjuk, hogy Királyhalomnál a nyersanyagokat, az úzott követ gyűjtik, felhalmozzák, ami majd kell az újjáépítéshez, ugye? Tehát pontosan mi fog zajlani az elkövetkező időszakban szeptemberig? A jelen pillanatban folynak az előkészítő munkálatok. Igen, rengeteg anyag már oda került Királyhalomra, épül ottan a konténer objektum is, ahol majd az iroda, illetve tárgyaló termek lesznek. Az, ami fontos, hogy elkezdődtek a sineknek a fölszedése, az országhatáronról indult, és már Horgosi a vasútállomáson is körülbelül vége felé járnak a munkálatok. Ezek tovább folynak Szabadka felé, és Szabadkánál lesz befejezve a sinoknak a fölszedése. Ugyanúgy, amint meg lesz az építkezési engedély, ami körülbelül egy 2 hét múlva várható, hiszen a minden igaz a tervezők befejezték az építkezési engedélyre szóló tervet, és napokban át lesz adva a Vasúti Infrastruktúra Társaságnak, akik tulajdonképpen kérelmezik majd az építkezési engedélyt, és amint ez meg lesz, a határtól indul a gyakorlatilag a töltés elbontása, illetve a töltés felújítása, utána pedig valószínűleg, hogy tavaszra akár a sinek lefektetése, illetve a villanyvezetékek és az elektromos hálózat lefektetése. Hány kilométer sínt fektetnek le a szerbiai oldalon, és mi a helyzet a magyar oldallal? Igen, a Szerbia oldalon körülbelül 26 kilométer, 27 kilométer a hosszúság, de ez nem ennyi sínt jelent, mert ugye Palicson is lesz több sínpár a vasútállomáson, meg
Királyhalmán is, meg Horgoson, úgyhogy ez lényegesen több kilométer sínpár, és tehát gyakorlatilag az is fontos, hogy Palicson is és Horgoson is lesz gyalogos átjáró a vasúti sínek alatt, úgyhogy a peronra gyakorlatilag nem a síneken átugrálva, hanem megfelelőképpen tudunk majd közlekedni. Ez a palicsiak számára az is fontos, mert a magáról a városrészből, a lakórészből, a turisztikai részből, az idegenforgalmi részre is át lehet majd menni, illetve a piacra, önkiszolgálóba is így tovább át lehet menni majd sinek kereszteződése nélkül a gyalogosoknak a vasúti sinek alatt. Új sinek lesznek, gondolom új szerelvények is. Milyen gyorsan mennek majd ezen a vonalon a vonatok, és milyen gyorsan tudunk elérni Szegedig, és ennek apropóján a határátlépést rendezik-e? 120 kilométeres sebességgel haladnak majd a vonatok, erre vannak megfelelő szerelvényeink, hiszen ez elektromos vasúti közlekedés biztosít, ugyanígy Magyarországon is ugyanazzal a technológiával, ugyanaz a cég által épített szerelvények közlekedhetnek. Ezen a vasútvonalon hát nagyjából olyan jó fél óra lesz a menetidő Szabadka és Szeged között, de hogyha megáll a szerelvény a szabad vagy a közraktáraknál, a Szevernél, a Palicson, Hajdújáráson, Királyhalmán és Horgoson, akkor természetesen kicsit hosszabb lesz a menetidő. A magyar félnek van egy javaslata a határellenőrzésre. Ez egy zárt rendszer lenne. Hogyha a szerb fél ezt elfogadja, akkor ez gyorsan, hasonlóképpen, mint hogy a repülőtereken működik, tehát egy helyen, egy pontban lenne a határellenőrzései a magyar szerveknek is, meg a szerb belügyi és vámszerbeknek. Én azt hiszem, hogyha van jó akarat, már pedig van jó akarat a két állam között, ezeket a dolgokat meg lehet oldani, és gyakorlatilag, mint ahogy mondtam, nagyon sokkal rövidebb úton lehet, menetidő alatt lehet eljutni Szegedre, mint a manapság az autóval, hiszen sose lehet tudni, hogy mennyit kell várni a határon. Nagyon várjuk a jövő év szeptemberét. Én nagyon szépen köszönöm Kern Imre úrnak, a város alpolgármesterének, hogy beszélgethettünk vele. Köszönöm a lehetőséget. Orosz Ildikó tudósította a híradót. Eddig tartott a híradó. Lássuk, melyek voltak a nap kiemelt hírei címszavakban. A migráns helyzetről, Hazaracsi puszta templomról és a Szeged-Szabadka vasútról tárgyalt Belgrádban Anna Brnabics és Pásztor István. Holnap ülésezik a szerbiai köztársasági válságstáb. A szakemberek a jelenlegi járványügyi helyzetet vitatják meg. Befejeződött az idei exit. Minden este 40-50 ezer ember vett részt a fesztiválon. Olaszország nyerte a labdarúgó Európa-bajnokságot, az itáliaiak a házigazda angolokat verték büntetőkkel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel honlapunkat, a pannonrtv.com-ot. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban, és szép estét kívánok, viszontlátásra!